Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal rizskötéssel kombinált patent mintát készítünk el együtt. Csak sima és fordított szemek, két nagyon szép oldal, ideális nőknek, férfiaknak, gyermekeknek, akár kétoldalas, akár körben kötött dolgok készítéséhez. A visszáján egy sima, egy fordított szem váltakozásával haladunk, míg a színén egy sima szemet három fordított követ, így két sima oszlop között egy rizs kötéses oszlopot találunk. Az ismétlődő minta egység ennek megfelelően négy szem, amihez egyet adunk a szimmetria miatt oda-vissza kötésnél, illetve a két szélszemet. Magasságban két sort kötünk. Ezen a darabon 7 minta egységet kötöttem, 7x4 plusz 1 plusz 2, 31 szemen. Együtt 3 minta egységet kötünk majd, 3x4 plusz 1 plusz 2, 15 szemmel indulva, és azt is megnézzük, hogy körben kötés esetén milyen változtatásokra lesz szükség. 15 szem van tehát a tűn, indulunk az első sorral, amit a visszáján kötünk, hogy a szemfelszedésnek ez az oldala kerüljön majd a kötés színére. Szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt kötünk egy fordított szemet. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Ez a négy szemből álló mintaegység, ezt fogjuk ismételni. Egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Még egyszer, egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Szélszem. Második sor a színén. Szélszem, egy sima, három fordított. Ez egy négy szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. Egy sima, három fordított. Újra, egy sima, három fordított. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria egy szeme, egy sima. Szélszem. Ezzel a két sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Nézzünk még egy mintaegységet. Első sor tehát, visszáján, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt egy fordított. Majd egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Újra. Sima, fordított, sima, fordított, újra, sima, fordított, sima, fordított, szélszem. Második sor a színén, szélszem, egy sima, három fordított, újra, egy sima, három fordított. Még egyszer, egy sima, három fordított. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria egy szeme, egy sima szélszem. Ezzel a négy sorral most már két mintaegységet kötöttünk magasságban, a továbbiakban az első, második sort ismételjük. Nézzük, hogyan haladunk körben kötésnél. A színén látott minta sorával indulunk, ez lesz az első sor. Nem lesz szükség szélszemekre és szimmetria szemére, ami az első sorban azt jelenti, hogy egy sima,
Három fordított szemet kötünk majd. Ezt ismételjük végig. Egy sima, három fordított. Egy sima, három fordított. A második sorban továbbra sincs természetesen szélszem, illetve szimmetria szeme. Ez azt fogja jelenteni, hogy kötünk egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított szemet. Ez a négy szemből álló mintaegység, ezt ismételjük, gyakorlatilag végig egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított szemkötésével haladunk. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás melletti kis harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!